Történelmi apróságok. Sisi és testvérei. Miksa József bajor herceg egyetlen gyermekként született, aki másodonok a testvérét, a szintén Wittelsbach házból származó, Mária Ludovika Vilma királyi hercegnőt vette feleségül, aki első Miksa bajor király leánya volt. A házasságból összesen 10 gyermek született, amelyből összesen 8-an élték meg a felnőtt kort. Lajos Vilmos. Az elsőszülött fiú egy morganatikus házasság miatt lemondott az elsőszülötti jogáról, s bár a színésznő feleségét várónővé emelték, a főúri társaság így sem fogadta be. Sisi viszont szerette Henriettét, sőt a lányok Marie, később a császárné bizalmasa lett. Felesége halála után Lajos Vilmos újra megnősült, és egy újabb morganatikus házasságot kötött egy másik, tőle 40 évvel fiatalabb színésznővel. De aztán a második felesége megcsalta, így aztán el is vált tőle. Vilmos Károly. A következő kisfiú Szentestén született, de még a 2 hónapot sem élte meg. Ilona Karolina Terézia. A legidősebb lány volt az, akit Ferenc József hitvesének szántak, de a császár végül másképpen döntött. A döntés után Ilona depressziósá vált, és az anyja mihamarabb férhez akarta adni. Végül egy gazdag és előkelő család a Tónem Taxis tagja lett, bár a bajor király igyekezett ezt megakadályozni. Végül Sisi közbenjárására létrejött a Frigy, amely 4 gyermeket hozott és boldog, de rövid házasságot. Sajnos a férj fiatalon meghalt, és Ilona egész további életében gyászolta. Erzsébet Amália, Eugénia. Ilona helyett Sisi lett a kiválasztott, de a házassága korántsem volt olyan boldog és kiegyensúlyozott, ahogyan láthatják. Sok vitája volt férje anyjával, Zsófia főhercegnével, majd 4 gyermeke születése után a férjétől is eltávolodott. Kislánya korai halála megtörte, majd egyetlen fia elvesztése teljesen összetörte. Élete végéig szerette a férjét, a maga módján, hiszen még a szeretőt is ő választotta neki. A kor egyik legszebb asszonyát végül egy anarchista merénylő ölte meg. Károly Tivadar. Előbb katona volt, majd a felesége korai halála miatt elhagyta a hadsereget és orvosnak tanult. Az orvosi diploma megszerzése után szemészorvosként dolgozott, majd egy szemészeti klinikát építetett, ahol sok ezer sikeres hályog műtétet végzett. Ismert és elismert szemészorvos lett. 2-szer nősült és összesen 6 gyermeke született, akik közül az egyik, első Albert belga király felesége lett. Ő volt Sisi kedvenc fiú testvére. Mária Zsófia, Amália. Politikai jogból lett nápolyi királyné, majd Garibaldi serege miatt Rómába menekült, és ott élt számüzetésben. A számüzetés során egy törvénytelen gyermeket szült, akit azonban azonnal elvettek tőle. Nem sokkal később bevallotta a viszonyt a férjének, aki még egy műtétet is bevállalt a kettőjük sikeres házassága miatt. Zsófia hamarosan valóban teherbe esett, és 10 év házasság után Szenteste lett anya, azonban a megszületett kislány 3 hónap múlva elhunyt. A férjét 3 évtizeddel élte túl, és Sisihez hasonlóan a kor híres szépségének tartották. Matilda Ludovika. 18 évesen ment feleségül sógorához, a nápolyi király öccséhez. A házasságuk korántsem volt boldog, és talán ez volt az oka annak, hogy a férje 1886-ban öngyilkos lett. A boldogtalan házasságban egyetlen gyermekük született, ő pedig majdnem 40 éven keresztül özvegyen élt tovább. Miksa. 2 évvel Matilda születése után érkezett a következő gyermek, aki azonban már a születésekor elhunyt.
Zsófia sarolta, Augusta. A legkisebb leány már unokatestvérének, a későbbi második Lajosnak a jegyese volt, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált mindenki számára, hogy Lajosnak mentális problémái vannak. Végül Lajos lemondta az esküvőt a homoszexualitása miatt. Zsófia hamarosan feleségül ment Lajos Fülöp francia király unokájához, ahol a boldog családi élet mellett két gyermeke született. Később beleszeretett egy orvosba, akivel elszöktek, de elfogták, majd egy időre a Gráci elmegyógyi intézetbe került. Igen vallásossá vált, aztán egy jótékonysági vásáron tűződött ki, ahol a saját életét is feláldozta a többiekért. Miksa Emánuel. Szenvedélyesen szeretett olvasni, majd a hadsereg vonta be a hatása alá. Később egy német hercegnőt vett feleségül, s a rövid házassága boldognak bizonyult. Három gyermeke született, majd alig 44 évesen, egy komoly gyomorvérzés után elhunyt. Örökölte apja muzikalitását, és zeneszerzőként is ismert. Ha újabb videókat szeretnél, kérem, iratkozz föl!